Nézzük, hogy mennyi lesz ez szerencsés. Van ott Kecskeméti, jó, ügyesen nyújtja meg. Farkas András. Bedobás. Farkas István dobhatja be a labdát. Preklet. Ügyesen. Erő volt benne, irányzék is jó lett volna. Csak az erőből volt kicsikét több a kelleténél. Most Molnár teszi a labdát. Egy-egyes állás továbbra is itt Kecskeméten a Széptói stadionban. Koszó. Tusori teszi vissza lábbal. Ez pedig Prekleté. Vajon ki segít neki? Nem sokan. Novák. Meltzer. Botonnak jönni kell, jön is. Jó az öklözés Farkasnak. Csak a csel talán nem kellett volna. Fehér. Homma felé. Ügyeset teszi le Csordásnak. Jó a szerelés, patvaros szerelése. Márton jön föl. Én mindig Márton. Csordás, Csordás. Jó a szerelés. Tököli. Elég régen kapott labdát Tököli. Bertus. Nem sokáig volt nálunk a labda, Homma. Novák. Most Márton volt, Novák itt ballag, itt kocog kérni a labdát, de nem kapja. Egy előre, kettő hátra. Homma is hátra tett a labdát. Tusori most már a kezdőkörben. Csordás. Homma ott van középen, de nem kapja. Patvaros robban ki hosszan, de megvan. Hosszú lábba odaért. Most egy jó kiugratás. Tökörinek. Jó a labda. Jó a labda. Dosso. Dosso. A finoman megoldást választ. Vagy tudja Isten, mit kellett volna még, de nem ez. Most már mindegy. Remek akció volt. Egy remek gólpassz lett volna ez. Szép támadás. Kevésbé jó befejezés. Patvaros remekül ugratta ki Tököli Attilát. Pedig hát Tököli nem volt ez ideig elkényeztetve labdákkal. Remek labdát kapott Patvarostól. Dosso erőből próbálta megoldani a dolgot. Egy szép akció, egy szép helyzet. Ez a 30. percben történt itt Kecskeméten a Széktől stadionban. Marad az 1-1-es döntetlen továbbra is. Egy szabadrugás következik. Most már lecsillapodnak a kedélyek, mert bizony mindenki csak nem talpra ugrott. Mert nagyon nagy helyzet volt. Megint egy állított labda, vigyázni kell, ne fölé megy. Egy rossz kísérlet volt ez. Meltzer volt az előbbinek a végrehajtója, és elnézést kér a többiektől, aztán visszakocog a helyére. Szabó István pedig jelzi a miénknek, hogy mit is kellene játszani, milyen figurára kellene váltani. Homma felé nem jó a labda, Koszó. Bori kérni nem kapja. Patvaros. De rossz passz. Kudánszki. Ő is el tudja rontani, aztán visszakapja. Novák. Most kell figyelj nagyon. Farkas csúsztatta meg ügyesen, mert Csordás ott volt mögötte. Harmadik siófoki szöglet következik, méghozzá az első félidő 32. percében járunk. Meltzer vállalja, hogy elvégzi a szögletrúgást. Tudjuk, hogy pontrúgásból, állított helyzetből veszélyesek a siófokiak. Hosszú sarokra jön, visszafejelik, Dosso meg begyűjti. Na gyerünk!
Dudánszki szereted Oszót, most kell nagyon figyelni. Obá nyúlt fel Antal Boton. Na ide jobban érzi magát, úgy érzem. Megtalálja helyét. Farkas roboghat fölfelé. Senki nem zavarja. Jól ad a Tökörinek. Bertus, Tökörinek, ez hosszú lesz. Ez Molnáré. Tököri reklamál, hogy szöglet. Hozzáért a kapus. Az asszisztens ezt kevésbé respektálja. Molnár helyezi le komótosan a labdát. Ő sem kapkodja el. Nagy iran nincs, de azt lehet mondani, hogy Kecskemétek talán megkezdik talán a játékot. Igazából megérzik, és összeállnak. Sok újonccal fölállt a Kecskeméti alakulat, és bizony ezeket össze kell rántani. És a Tökölinek a szerepköre leginkább. Bori. Dosso. Ez is jó labda. Kicsit későn nyomta be a labdát. Koszó kocoghat föl, bedobást végez el. Dosso. Koszó. Mindig Dosso. Ott van mellette Bori. Lábáról elopják, de Patvaros megmenti. Aztán sprintelhet vissza, mert üresen maradt a helye. Molnár. Koszó próbált labdát szerezni. Talán róla ment ki. Homma mellel szépen ügyesen teszi vissza Ludánszkinak. Délcegnek, bocsánat. Meltzer. Meltzer húzza meg. Hú, de erősen ment be az a labda. A lövésnek jó lett volna, de hát nem oda szánta. Bertus. Farkas. Tököri jön hátra, mert nagyon régen kapott már egy jó labdát. Jó labda Borina. Patvaros szerez labdát, Bertusnak passzol. Jó a csel, most kell tovább tenni Tökörinek. Szél üres. Üres a szél, de lőni is lehet. Dosso. Hú, de mérges Tököli. Hú, de mérges. Dosso megint elpuskált a lehetőséget, és most lesz a baj. Most kell figyelni. Urbánról jött ki a labda. Bertus. Most kicsikét élénkült a játék. Hullámzik. Freklet. Dosso. Megint később tett a labdát Dosso. Egy fejes vissza. És a milyenké lesz a labda? Bertus. Kapott hátul egy csomagot, megy tovább. Egy sem jó, aztán rossz helyre passzol. Most aztán visszakapja a labdát. Urbán teszi oldalra. Preklet. Koszó. Bori. Bori. Bertus. Ismét Bori, csak ez hosszú. Megszerezte még is Bori. Jó lett volna, Tökörét próbálta kiugratni Bori. Novák. Meltzer. Koszó megy ki rá. Délceg cselezget itt a partvonal mentén. Háromszögednek szépen. Kimegy ki rá, kimegy ki rá. Jó a csel. Jó a visszagurított labda. És nagy gól. Homma. Duplázott Homma. A 37. percben Homma kilőtte a sarkot. Jó helyre kapta a labdát. Délcegnek köszönheti meg leginkább. És közelről a sarokba bombázott Homma. Mielőtt István gyorsan Délcegnek meg is köszöni, mert valóban Délceg volt az, aki helyzetbe hozta Hommát. És akkor így kettő egy arányban vezet a Siófok ezen a nagyon fontos mérkőzésen, a 38. percben, az első félidőben.
úgy tűnt, hogy átlendültünk a holdponton, jobban játszottuk, többet birtokoltuk a labdát, aztán Homma gyorsan beköszönt. Bertus lábát kihúzták, mehet tovább. Jó a szerelés, Urbán. Itt is volt egy láb kihúzás. Itt viszont lefújt a játékvezető sportás. Egy távoli kísérlet, próbálkozás. Jól látta, Mogyorósi lőtt egészen távolról kapura. Antal. Bertus és Dosszó próbálta megszerezni a labdát. Homma. Ügyes játékos ez a fiú. Kétségtelen. Nem értően ráépítik a siófokiak a támadásaikat. Kecskeméti bedobás következik. Bori. Patvaros szépen veszi át. Csak itt hosszan tolta meg. És most egy szabálytalanságot sípol be Solymosi Péter, nem tudom miért. Ideg egészen karakán módon vezette ezt a mérkőzést. Homma. Novák. Preklet jól megelőzte a csatárt. Megint Homma. Igen, levegősen védekezünk, ami Hommát illeti. Farkas jött ki a védőfalba, Bori. Tököli. Most lehet indítani. Jó a hosszú labda, ha meg nem szakítja Borit. Ez bedobás lesz. Tököli már dobhatja is, hiszen ott van Bori. Most Tökölinek. Erős volt ez a passz. Jó volt itt is a szándék. Mehet tovább, jó a szerelés. Patvaros szerelése, Bori mehet befelé. És jó a becsúszás. Kecskeméti szöglet, méghozzá második az első fél időben. Lehet, hogy Bertus megy ki megint, és ő végzi el. Tehát Bertus végzi el a szögletrúgást. Homma is visszajön, mindenki visszajön. 44 percben járunk. Nézzük Bertus ballába a szögletét. Lapos. Egy bedobást ér. Koszoljon ki elvégezni a bedobást a 41. percben. Jó lenne még ebben az első fél időben egyenlíteni. Bori. Preklet. Urbán. Bertus. Hosszú labda Bori felé. Bedobás a siófokiaké. 4 perc van hátra a rendes játékidőből. Hosszabbításra nem tudom, lesz a lehetőség és ok. Különösebb nem volt. Meglátjuk, hogy a játékvezető sportás hosszabbít-e. Délceg. Hoppá, egy elcsúszás, Koszó elcsúszott. Így lett. Melceré. Jó a cser. Egy lábkihúzás volt ez. És szabadrugás. Megint egy jó szög, megint jó távolság. Akár kapura is csavarhatják, íven is lehet. És most kicsikét a szél is belendül. Ha már nem rúgtunk gólt, legalább húzzuk ki gól nélkül. Csordás. Két tagú a kecskeméti sorfal. Csordás készülődik. Megvan a sípszó is most már. Középeteket labda. Ott ketten elesnek, mert tovább nem történt semmi. Kirúgással folytatódik a játék. Antal rúgja Dosszó felé.
Nem sokáig volt a kecskemétieké a labda. Délceg. Hosszú labda. Novák húzta még vissza. És ez sem jó. Mert mindig Siófa kiaké a labda. Egy újabb szabadrugás következik. Délceg marad lenne ott a partvonal mentén. Kettő perc van hátra az első félidőből. Vendég siófoki szabadrugás következhet. Közben a reflektorok fényei is kigyulladtak. Homma megint üresen van. Majd csak észreveszi valaki rajtam kívül. Egyelőtt csak Tököri van elő. Milyen közül. Egy laposan belőtt labda. Ez Prekleté. Csak kicsúszott róla a látékszer, játékszer, így szögletrugás következik, méghozzá négyedik siófoki szöglet. Meltzer megy oda, mint általában ő szokta elvégezni a szögletrugásokat siófoki oldalon. Vágyom középre, ez pedig Antalé. Na most kellene megindulni, mert van fönn kettő kecskeméti is. Ez kevésbé jó kirúgás, mert nagyon-nagyon fölrúgta, gyertyát rúgott, Homma teszi vissza a labdát. Ő sem saját játékostársának passzolt. Patvaros. Szépen megy, hiába próbál Homma lerántani. Gyerünk Zsolt. Aztán csak-csak fel tudták tenni, Márton feltartotta. Bertus Lajos teszi le labdát, komótosan, precízen, két tagú, aztán három tagú, a vendégek sorfala, a játékvető sportás meg kiméri a 9 métert, hát majdnem a 16-osra kell tessékelni a sorfalat. Bertus, rá is lehet tenni ezt a labdát, nézzük, hogy Molnár mire képes. Bertus, levágódik a sorfala labda, Farkas, nem tudta betenni a labdát. Délceg iramodik meg. És nincs hosszabbítás. Itt az első félidő végét jelző sípszó. Kettő egy arányban a Siófok vezet. Innen folytatjuk pár perc múlva. És Máté tököléért Licingi jött be. És nézem, majd ki helyett jött be. Három a számmal Máté. Talán Bori helyett, így van, Bori helyett jött be. Tehát Licingi és Máté. Amikor is kettő egy arányban vezet a Siófok, a másik oldalon nincs csere. Koszó. Máté tette vissza. Preklet nyomja föl, de hát ez már ki fog menni. Hiába próbál belekanalazni Dosszó. Nem tudta megmenteni a labdát. Máté Gergős kecskeméti nevelésű játékos, tehát 7 kecskeméti nevelésű játékos játszik, vagy a pályára föllépett. Közben szabadrúgás. Bertus van a labda mögött. Tehát Bertus. Egy eléggé ügyetlen felszabadító rúgás. Salakon landolt az egyik siófoki játékos. Preklet jó voltából. Szokosan reklamál bizony. Kecskeméti ki a labda. Farkas István. Dosszó. Csordás szerelt. Homma szépen teszi le magának mellel. De aztán Patvaros meg odalépett és benyúlt és szerelt. Bertus. Licingi. Koszó. Bertus. Farkas kéri, nem kapja.
Bertus inkább a másik oldalt választja. Koszót. Máté. Preklet. Urban. És vissza a kapusnak. Most kell gyorsan kinyomni a labdát, mert mennek ott a siófoki csatárok. Bertus forgolódik, ügyes, jó cseleket mutat be. Dosso. Még mindig ő. Máté, szép kiugratás. És akkor lesjeleznek már a többen. És az volt, tegyük hozzá. Legalább két kecskeméti játékos már lesre futott. Akkora rösszel mentek a mieink, hogy már korábban érkeztek, mint a labda. Licing egy Dosso, minden valószínűség szerint lesen volt. Az igazsághoz hozzátartozik ez is. Preklet fejeli vissza a labdát. Magyarorsi. Homma. Csordás. Lőni fog. És lő is. Lapos lövés. Antal ott volt, maga biztosan fogta a lövést. Homma mehet a labdáért. Újabb bedobás következik. Koszó. Bertus. Licingi teszik oldalra Farkas Istvánnak. Lövés. Molnár. Mindez történt az második fél idő negyedik percében, tehát 54 perc körül járunk, Preklet tisztáz oldalra, aztán Besztére, mert rosszul nyúl hozzá. És ha bent tartja, akkor is rossz. Délceg. Délceg fönn akad Farkas Pistán. Remélem, hogy háromszögezve szépen kihozzák a miénk a labdát. Legalább rápöckölték a csatára, Délcegre, így bedobással folytatódhat a játék. Bertus. Patvaros. Jó a csel, a forgolódás. Urban. Koszó. Máté most már. Átjöttünk a felező vonalon. Mehet tovább. Nem fújja el a játékvető sportás. Igaza van. Homma. Fehér. Csordás. Ez pedig Patvarosé. Hosszan vezette a labdát. Bertus, Farkas. Ez is hosszú lesz. Meg volt egy láb is. Magyarorsi lábát kaszált el Farkas Pista. Homma. Rudánszki. Ismét ő kapja a labdát. Csordás. Preklet próbál Délceggel szemben csatát nyerni, aztán Délceg visszahozza a labdát. Lövőhelyzet. Ú, de mellé nyomta. Talán belejött valaki, így szögletrugás következik. Az ötödik siófoki szögletet jegyezhetjük föl. Ludánszki volt, aki jó mellé puskázta. A szögletet pedig Csordás végzi majd el. Továbbra sincs nagy iram. Kettő arányban vezet a siófok. Szögletrugás Csordás. Jól jön rövidre. Megint Csordás a labda. Egyből be. Ez pedig a kecskeméti kapusé Antalé. Hosszú kirúgás,
Dosso próbált megküzdeni labdáért. Máté tovább is mehetett volna, mert Dosso remekül küzdött. Csoda is pattant a labda. Preklet tisztázott, mert nagyon szükség volt erre, és jelzi, hogy siófoki játékos lábát ért a labda, mert tovább, siófokiak dobják be mégis. Máté forgolik szépen, Bertus, üres a bal oldal, Bertus viszi még a labdát, így is jó, nagyon jó, jaj, lőni kell Lajos, gól! Bravo! Jaj, mikor kellett volna már lőni Lajos? A szívünkkel játszol. Az 52. percben Bertus Lajos kiegyenlít. Szép akció volt. Lábról lábra ment a labda. Szép kiugratás, és Bertus aztán húzott egyet-kettőt, majd belőtte a sarokba a labdát. 2-2. 53. perc. És egyenlít a kecskeméti csapat. Ugye az első gólt a vendégek szerezték, aztán egyenlítettük 11-esből, megint a vendégek Homma révén, ő duplázott ezen a találkozón, és most Bertus köszönt mezzel, megint 2-2, tehát egyenlő az állás. Na nézzük akkor, most mi változik a játékképe. Elég a döntetlen a Siófoknak. Máté küzd, és az ő lábára vágódik ki, az alapvonalon túlra labda, szögletrúgás következik, amitől mindig tartunk és félünk. Pokolian, alacsony a kecskemétek, átlag életkora, és ez bizony-bizony sokszor meglátszik. De lelkesen, remekül küzdenek, csak most kell figyelni, most sem szólnak egymásnak, most kell kirúgni. Koszó. Vicingi felé ment a labda, de hát ezt nem tudta beérni már. Novák megy ki a labdáért. Hosszú bedobás követően. Homma próbál lefordulni, Urbán nagyon-nagyon ügyesen tisztázott. Most kell figyelni. Lesső lépett vissza Homma, így szabadrúgásra folytatódik a játék. Antal. Bertus, Patvaros, szépen teszi oldalra, aztán visszalabdát. Urbán, vajon ki fog mozogni, bemozdulni, Patvaros, Preklet, Koszó, hátul gurigatnak a mieink. Egy centimétert nem jöttünk előre, talán majd most, Farkas Pista, most talán vonalból ki lehet ugrani. Licingi sarokkal, Bertus, üres a bal oldal. Licingi, jól tartja meg a labdát, Bertus, Licingi, egészen közel voltak egymáshoz, csordás jöhet föl, Homma, be kell csúszni, szép becsúszás volt Urbántól, pedig Homma még fején is rúgta, de aztán jelzi sportszerűen, hogy elnézést kér érte, nagyon sportszerű így, Tusori, Novák, Meltzer. Koszóban most nehéz helyzetben, át is fűzik őt. Hosszúra senki. Farkas. Bertus. Tusori. Magyarósi.
Mindig Magyar Orsi, Farkas Pista lép bele a labda útjába. A 56. percben járunk, amikor 2-2 az állás itt a Széktori stadionban. Délceg. Patvaros küzd vele szemben, Délceg lerázza őt, sőt, nagyon szépen megy végig. Mindig Délceg. És megint Homma. És megint Homma.